Több a felzárkóztatást célzó beruházás is megvalósult idén Kisvárdán. Egy közel 700 millió forintos nemzetiségi roma kulturális integrációs program részeként módszertani és oktatási központot építettek a Tordai úton. Egy másik hasonló fejlesztés a Sólya Miklós szociális ház kialakítása volt. Itt mosodával és zuhanyzóval felszerelt közösségi ház segíti a hátrányos helyzetben élő roma és nem roma lakosságot, valamint biztosítja számukra a számítógép és internet használatot. Keopos pályázatokra összesen több mint 1 milliárd forintot nyertek ebben az évben a városban. Rengeteg projekt volt, hála Istennek. Keopos pályázatban 7-et nyertünk összesen, ami azt jelenti, hogy az összes közintézményünket, iskolánkat, óvodánkat, az teljes egészében kívülről felújítjuk. Szintén ebben az évben valósult meg maga, ahol itt vagyunk most a helyszínen, a művelődési háznak a teljes felújítása, közösségi házak jöttek létre, megvalósult a kapu egy kapu 2 beruházás, ami tulajdonképpen két részből állt, a belvárosnak a felújítása egy lakóháznak. A beruházás másik része a Szent László utcai játszóház kialakítása. Ebben a környezet és egészség tudatos ökojátszóházban interaktív multimédiás eszközökkel ismerkedhetnek meg és játszhatnak a gyerekek. Idén fejeződött be a több mint 3 milliárd forintos Felső Szabolcsi kórház beruházás is, ahol új központi technológiai tömböt alakítottak ki. Itt ezentúl műtő, sterilizáló és intenzív osztály is működik. Jövőre a turisztikai fejlesztésekre szeretnének nagyobb forrást felhasználni a városban. A strand mellé például egy 52 szobás, 4 csillagos szálloda épül majd. A város szempontjából pedig szeretnénk egy nagyon komoly turisztikai desztinációt létrehozni, a környékkel együttműködve. Itt megépül egy új strandfejlesztés több mint 2 milliárd forintból, épül egy szálloda, 4 csillagos szálloda a strand mellett. A vár szintén benne van egy első lépcsős felújításban, közel 1 milliárd forint értékben. Többen tudják már, hogy épül egy 2500 fő stadion, az is több mint 1,5 milliárd forint értékű, és mindez néhány méterre egymástól, tehát 500 méteren belül minden elérhető lesz. És emellett pedig a térséggel is összekötve a város fejlődését, turisztikáját, a rétközi turista teljesen meg fog újulni, nem csak horgásztó lesz, hanem egy szabadidős paradicsom lesz, összekötve a Tiszával. A város polgármestere hozzátette, a jövőre induló beruházások értéke több milliárd forintot tesz ki, ami nagyban hozzájárul majd a térség turizmusának fellendítéséhez.